Marosi Arnold pályája elején ciszterci szerzetesként és tanárként vállalt állást a Székesférvári Ciszterci gimnáziumban. Múzeumépítő tevékenysége röviddel Fehérvára érkezése után 1910-ben már sikert aratott. Fiatal tanárként és képzett múzeumi szakemberként vitte sikerre a Fehérvár megyei és Székesférvári Múzeum Egyesület megalapítását. Ezzel szervezeti keretet adott egy modern múzeum, a mai megyei múzeum szervezet közvetlen elődjének kiépítéséhez. Az általa képviselt értékek példával szolgálnak a a mának is. Kevés olyan egyéniség van a mai világban, akik ilyen módon tudnak értéket teremteni, nevelni és példát adni. A bronzból készített dombormű Nagy Benedek Szobrász művész munkája nem egy szokványos portrét szeretett volna készíteni, hanem egy olyan alkotást, mely kifejezi Marosi Arnult komplex egyéniségét. Azt a milliót, ami körülvette, tehát magát a múzeum boltíveire gondoltam, és annak a kifejezése mondjuk egy meglehetősen magas plastikai domborművet követelt, hogy azt ki tudjon fejezni, hogy meg kell csavarni a teret egy kicsit. Marosi Arnold domborműve első darabja annak a sorozatnak, melynek darabjai a múzeum falán lesznek majd. A tervek szerint a nemrégiben elhunyt Ficienő is kap majd hasonló emléktáblát a jövőben.